Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Pávatól című műsor, és a mai adásban George Voice-ot üdvözölhetjük, méghozzá vonal túlsó végén. Szia, George! Szia, Niki! Üdvözlöm a hallgatókat! Akik nem ismernek téged, azért egy pár szót mondanék, hogy a világ legnagyobb klasszikus crossover énekeseként, illetve zeneszerzőjeként tartanak számon, legalábbis Los Angelesben a világ legjobbjának minősített magazinban egy januári számban olvashatunk erről. Igen, ez egy nagyon kedves dolog volt, úgyhogy ennek én nagyon örültem. Na most, hogyha valaki nem tudja, George, hogy mit jelent a crossover? 1998-ban csináltam az első nagyobb szimfonikus crossover koncertemet, ami teljes egészében a saját zeneszerzői terméken volt, de akkor még ez a crossover kifejezés nem működött. A crossover az azt jelenti a zenei világban, hogy a stíluselemek egyidejűleg keverednek. Tehát nem arról van szó, amit annak idején a Jogorvas Eszter hirdetett, és még talán még a mai napig is azt hirdeti, hogy valamit átírok valami másra. Az egy átirat. Tehát, hogyha egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor hogyha azt mondom, hogy operából csinálunk jazzt, akkor, hogyha egy 5 éves gyereket megkérdezünk, azt tudja, hogy akkor nem crossover keletkezik, hanem jazz nyilvánvaló. Tehát ez egy átdolgozás. Összevonó fogalom ez a crossover, hogy különböző stílus elemei jelennek meg egyszerre. Én azt olvastam, hogy nem csak énekes, hanem mint zeneszerző és számon tartanak, nem beszélve a dramaturgiáról, a műsorait felépítéséről, a hitelességről, illetve némiképpen a professzionális projektelemzés is szóba került. Én egy korszerűtlen figura vagyok, azt hiszem. A reneszánsz korba szoktak ilyen embereket megjelölni, hogy többféle dologgal foglalkoznak magas szinten. Én belekényszerültem ebbe a dologba egyfelől, másfelől meg a kíváncsiságom volt az oka, hogy ennyi mindennel elkezdtem foglalkozni, ugyanis ami nekem megtetszett, azt azonnal akartam csinálni. Úgyhogy a képzőművészeten, zenén keresztül szinte mindenbe belefogtam, a másik meg abban bízhatsz, hogyha valamit magad csinált. Tehát amikor mondjuk arról volt szó, hogy szerettem volna egy filmet megcsinálni, és akkor kerestem forgatókönyvírót, akkor a lányom egyszerűen azt mondta, miért nem írod meg te, hiszen dramaturg vagy, a te életed olyan színes, hogy abból lehetne írni filmet, és akkor elkezdtem filmet írni. Mindig volt egy előképzettség, valami, hangjátékokat, drámát írtam, akkor filmbe kirándulni, akkor már csak egyszerű csak a film forgatókönyvkészítés szabályaint kell egy kicsit megtanulni, és akkor már ahhoz is ért az ember valamennyire. Hogyha én mondjuk énekelni akartam olyat, amit én éneklek először, akkor kellett volna egy zeneszerző, aki ír nekem. Tehát miután nem írt nekem zeneszerzőt ad, akkor én elkezdtem ezzel foglalkozni, én elkezdtem írni. Na most volt egy nagyon szerencsés időszak az életemben, én sokáig dolgoztam a Magyar Rádióban, és ott a legnagyobb mesterektől tudtam tanulni. Voltak ilyen komoly zenei stúdiók, könyvzenei stúdiók és hangjáték stúdiók, tehát a majdnem mindenféle ilyen előadó művészeti ágból a legjobbat tudtam találkozni, és így első kézből magát a mesterfogásokat tudtam ellesni. Ebből adódik az, hogy elég megalapozott tudásom van ezekben a témákban. Igen, és visszatérve erre a nagyon jó nemzetközi magazinról, ott egy decemberi számban egy komoly 4 oldalas megjelenést is láthatunk. És rengeteg fotóval. Tudod, mi az érdekes, Niki? Igen. A magazinnak a tulajdonosa egyszerűen rajongóm lett, és a főszerkesztő is. És ők kerestek meg, tehát nem én ajánlgattam, hogy jaj, szeretnék egy riportot, mint ahogy nálatok sem. És a francia rádió is naponta játssza az én dalaimat, pedig őket se kerestem meg, hanem ők találtak meg. És a magazinnál is ugyanígy volt, hogy felhívott a főszerkesztő, hogy szeretnének velem csinálni egy interjút, címlapon lennék, meg nem tudom, mert hülyeségnek lettem az egész dolgot, azt se tudtam, mi ez a magazin, meg azt se tudtam, hogy ez egy ilyen komoly magazin lesz. Csak egyszer azzal szembesültem, hogy amikor megkapta a magazin ezt a minősítést, a következő számban már benne voltam. És az utána levő számban már jelezték vissza, kiemeltek láthatott, ugye felső szinten, hogy milyen reakciók érkeztek, és hogy evidenciának tekintették, hogy én ma a világon a legnagyobb crossover énekes és zeneszerző vagyok. George, igen. Hogyha beütöm a YouTube-ra a nevedet, hogy George Voice, akkor igen. Igazából meg se tudom mondani, hogy mennyi videót találunk. És hát még hogyha úgy ütött be, hogy a Voice nem az angol helyesírás szabályai vannak, hanem úgy, mint a James Joyce, hogy a Voice középen Y-nal van. Igen. Azért ezt így számon tudod tartani? Nem, én ezt már nem tudom kontrollálni.
csinálni, ugyanis már a videókat is csinálnak az én zenéimben, megtalálják a zenét, és akkor csinálnak videót, egyszer csak találkozom vele, még nem is értesítenek, tehát egyszer csak találkozom vele. A Facebookon ott meg ugye megosztják erre arra, de hát a YouTube-ról is tudnak megosztani. Ugye a világon egészen biztos, hogy jobban ismernek, mint Magyarországon. Tehát a világ legkülözőbb pontjain, ugye Kalifornia környékén, Los Angeles és Kalifornia környékén, de egész Amerikában is nagyon sok rajongón van, az egész amerikai kontinensen, különösen a dél-amerikai, hiszen azok nagyon érzelmes emberek, és az én zeném az rettenetesen érzelmes. Úgy fogalmazták ezt egyszer meg, hogy a George Boyce az elementális romantika hangja, vagy a kirobbanó romantika hangja, tehát mindenképpen a romantika az nagyon erősen meg van fogalmazva körén. De Európában is nagyon sok rajongó van, különösen nagyon büszke vagyok arra, hogy Olaszországban, ugyanis én nagyon sok olasz is éneklek, olaszul ráadásul, és az nagyon megtisztelő, amikor egy olasz, mondjuk egy nápolyi zeneszerző imádja hallgatni a zenémet, és azt mondja, hogy nápolyi kiejtése lejtem a dalait, hogy az arab világban is érdekes módon szeretnek. Ugye itt, hogyha már Olaszországról beszéltünk, akkor itt az ismeretség a Taorminai Színházzal is szóba kerül, de én most arra vagyok inkább kíváncsi, hogy annyi rajongód van, nagyon sokan szeretnek. Miért van az, hogy sokkal inkább a világ egyéb tájain, mint nálunk Magyarországon, bár Batt András zenetörténész már indulásod óta csodálja a művészi értékeidet? Hát ez egy nagyon szomorú dolog, én azt hiszem. Nem is tudom, hogy működik Magyarországon. Egy ideje, én ki is szálltam. És 98-tól nagy szimfonikus koncerteket csináltam, amiben ugye komoly zenét érdemes megemlíteni, hogy olyan zenészek voltak benne, mint a legjobb szimfonikus zenekarok, opera énekesek, például Miklós Erika is benne volt, vagy a Pitti Kati. Akkor zenészekből, az Eddából voltak benne, az Omegából, a zenekarba, a Bikidiből. Tehát nagyon-nagyon komoly felkészültségű zenészekkel játszottunk, és egyszer aztán történt egy olyan időszak az életem, amikor szépen sorban hát komoly inzultusok értek, és akkor én vissza is vonultam a zenétől. Valahogy mégis a zene visszarántott magához, és akkor viszont egyáltalán csak külföldben kezdtem el gondolkodni. Sok mindenről beszéltünk ugye így az életeddel kapcsolatban, és sok érdekes történet is volt, ami gyakorlatilag meghiúsították a dolgokat. Most én csak néhányat felsorolnék. Tehát itt volt kapásban nálunk idén novemberben egy nagy banknak a koncert lehetősége, ami úgy néz ki, hogy meghiúsulni látszott. Aztán hasonló csapás volt a cunami, ami a tájföldi beindulásodat vágta el, illetve itt volt a World Trade Center-es ledöntés. És még ezen kívül is voltak, de miután tudom, hogy ez a rádió politikában nem foglalkozik, ezért ezt én inkább kerülöm. Most Magyarországon én nem nagyon ismerek olyan producereket, akik képesek megcsinálni világprodukciót, nem is nagyon csináltak meg. Tehát nekem a külföldön kell megtalálni azokat az embereket. Na most itt volt a három tenor producerét. Igen, a három tenor producere volt ugye a Tibor Rudas, aki nem csak a három tenornak volt a producere, hanem magának a Pavarottinak is, és a Pavarotti Friends projektnek is, ami egyébként a legnagyobb crossover produkció volt a világban. George. Senki nem tudja egyébként, hogy a legnagyobb crossover énekes a Pavarotti volt tulajdonképpen. Hogyha neked a magyarországi karriered beindulna, akkor ez gyakorlatilag ez az amerikai PBS televíziót is magával vonná, vagy annak a figyelmét, ugye? Hogy... A számítások szerint ez 100%. Megmondom az egyszerű logikáját. Tehát az amerikai PBS-tel a kapcsolatom az teljesen nyilvánvaló, hiszen volt már egy nagyon komoly ajánlata, amit egy zsarolás által tulajdonképpen majdnem azt mondhatnám, sőt, azt mondhatnám, hogy bűncselekmény által hiúsítottak meg. A nagy koncerten megvalósulna és az videóra kerül, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a PBS televízió ezt le fogja adni, és velem együttműködést fog kezdeményezni, már csak azért is, mert a PBS a világon a crossovernek és a klasszikus crossovernek a legnagyobb promótere. Néhány drámai eseményt így az életedből láthattunk, illetve belepillanthattunk, most a jelenlegi mai műsorunkban több nem fér bele, de folytathatjuk még, hogyha neked is van hozzá kedved. Azt mondtad nekem, hogy gyakorlatilag a nemzetközi siker garantált, csak hiányzik mögötted egy professzionális háttérstáb. Ha Magyarországon egyetlen nagy koncertet össze tudnánk hozni, ami ugye annak idején a PBS-nek az elvárása is volt, és a három tenor stábjának is az elvárása volt,
és azt videóra tudjuk venni, onnantól kezdve nyilvánvaló, hogy meg fogjuk tudni találni a megfelelő erőket arra, hogy ez a világpiacon valamilyen módon normálisan tudjon működni. Magyarországon én szerintem egy hajszál választa le attól, hogy ez működjön. Te nagyon jól tudod, Miki, hogy itt arról szól ez az egész történet, hogy valaki bólint-e vagy nem. Ennyi az egész. A koncert teljesen indulásra készen áll, a látványtervek is már megnézhetőek, akkor 3 hónap alatt ez a világprodukció össze tud állni. George Voice-nak megköszönöm, hogy a műsorunkban szerepelt, és én azt gondolom, hogy a jövőben még a Hollywoodban tesztelt filmtervekről is kérdezni fogom majd. Én annyit szeretnék csak ezzel kapcsolatban elmondani, hogy Pécs nekem egy nagyon kedves kis gyöngyszeme Magyarországnak számomra, és ahogy mondtad az imént, hogy a pécsi koncerten is egy egészen ilyen dolog miatt valósult meg, úgyhogy majd talán erre is egyszer sort kerítünk, és talán Pécs is az egyik nagy koncert helyszínem lesz. Köszönöm szépen, és a hallgatókat külön üdvözlöm még egyszer. Nothing.